Gálvera nem egy fitness edzés sorait csinálja, hanem a kettlebell, mint önálló sportág gyakorlatait végzi. A szegedi lelkesedés SK egyedüli kettlebellese tavasszal Európa bajnokságon, majd most ősszel világbajnokságon járt Lettországban. Utóbbin pedig két érmet is elcsípett. Két amatőr versenyszámban indultam a szakításban, szintén 16 kg-os súlyjal. Itt ezüstérmet szereztem, és kétkezes hosszú ciklusban, itt pedig bronzérmet sikerült. Egy-egy nemzetközi tornán az egykezes és a kétkezes ciklus is 10 percig tart. Ez idő alatt a lehető legtöbb szabályos mozdulatsort kell végrehajtani, ezeket számolják a versenybírók. Az egykezes szakításnál csak egyszer lehet kezet váltani a golyót pedig tilos letenni a földre. A kettőben leginkább a kitartást teszi próbára, közben a hátizmot is erősíti, és más előnye is van egy ízületkímélő is. Nem úgy néz ki, mert nagy súlyokkal dolgozunk, viszont tényleg biztonságosan lehet használni, úgyhogy nagyon kicsi a sérülés veszély. És nagyon jó társaságban lehet edzeni, ezeken a versenyeken nagyon jó hangulat. Én máshogy nem tapasztaltam ilyet, hogy ennyire együtt van a csapat, tényleg egymásnak úgy szurkolva, hogy mindegy, hogy ki melyik országból érkezett. Hazánkban még gyermekcipőben jár ez a sportág, kevesebb, mint 10 profi versenyzőnk van, de ahogy az Gálvera példája is mutatja, egyre több a tehetséges, eredményes amatőrket les.